Hello és sziasztok, itt Zimó, itt vagyunk Bostonba, Railway Empire 2, folytatjuk tovább. Úgy néz ki, hogy Boston, apá, neki indult a növekedésnek. Úgy látszik, hogy a árpakóla szállítmány szépen elkezdett növekedni. Nagyon szuper. Húsit gyártunk, érkezik a sör. Nagyon szuper. Mire lenne még ittene szükség, hogy tovább növekedjen? Igazából van hús, meg sör. Igazából mi kell több? Utasok. Akadnak. Nem sok, de akad. Nézzük, mit tudnánk még csinálni. Éppen Syracuse. Itt úgy látom, hogy szerintem emellett az út mellett jönnénk. Itt egy kicsi híd kéne. És Syracuse is sört gyárt. Ez akkor már meg lehetne csinálni, hogy bejön ide. Tehát akkor Syracuse-ból jön egy vonat, átmegy ezen a megállón, és jön ide Albany-ba. Itt Albany-ból, és hát és akkor odafele is megáll, visz gabonát ide, visszafele jön, utasokkal fölveszi a gabonát, jön vissza. Hát akkor essünk is bele neki. Construction, train station. Így szépen beigazítjuk, ez pont jó irány lesz. És akkor te itt szépen várjunk előtte még. Hogy lenne jó? Így. Így. Talán szépen rá tudom kanyarítani. Szuper, opa. Na, mindig elfelejtem, hogy itt építek. Tehát akkor itt megindulunk. Opa. Nézd már mi ezen, hogy... Hát nem bírok rá találni. Így. Szépen. Kicsit magasan lesz. Na hát ez most így 300 ezer. Hűha. Vigyük csak le nagyon gyorsan. Így 80 ezer. Ott volt egy nagyon jó 64. Ott van egy kis emelkedő. Igen, ezt itt rossz helyre raktam. Na most már mindegy. Egyszer. És innen. Mondom innen. Szépen. Gyere ide, na nézzük. 5% lejtő. 35. Igazából túl gyors vonatunk itt még szerintem nem lesz. Szóval... Szuper. Akkor... Adjunk hozzá egy új vonalat. Syracuse-ból. Megállsz ide. És jössz tovább ide. De visszafele megint megállsz itt. Igazából ez ennyi. Oké. Jaj, nem tettem vonatot. Egy John Bull load automatikus. Legyen egy vonat, és már indulhatsz is. Van még egy vonatunk, úgy nézem, hogy utasok, kargó. Nézzük, Syracuse-nak amúgy mire lenne szüksége magának a városnak. Gabonája van. Igazából sör majd érkezni fog. Ugye, okosak voltunk, mert... Itt megvettük a sörgyárat.
ami termeli nekünk hetente ezt a 8000-es profitot. Nagyon szuper. Ugye itt vannak a iparok. És akkor itt tudnám 800 000-ért föltus, azt mondja, hogy a level 1-re. Level 2-es, tehát ez egy 2-es szintű sörfőzde. Ami nagyon jó. Azt mondja, hogy akkor... hol van az állomásunk? Itt. Szépen. Megpróbálom belülni. Akkor először is teszünk ide egy maintenance depot. Azért csak több félét tudnánk. Húha. Jaj, bocsánat. Innen tudnánk A-ból B-be plusz dolgokat szállítani. Bonyolítsuk meg. Nagyon szuper. Akkor még én itt pluszba egy supply tower-t tennék ide. Ez rövid szakasz. Na mindegy, legyen itt is. Így van, szupli. És akkor most megnézzük, hogy mennyire fogják itt. Azt mondja, hogy... Jó, igen, ezt tudjuk, ugye, hogyha itt van raktár, akkor itt sokkal többféle minden cuccok tudnak menni. Egyre utasú gondolom, sört nem szállítanak egyik a másiknak. Mindjárt arra leszek kíváncsi, hogy ő itt látja-e, hogy... van gabona szükséglet, ugye Szirakúzba. Valószínűleg, ha csak egy kocsival is fölvesz, az már jó. Mert akkor ott már megindítja a termelést, ami már nekünk profit, mert fizet a gyár, hogy mi szállítunk neki gabonát. És föl is veszi a gabona szállítmányt. Még éppen... Nem tudom, mondjuk van 500 000-ünk. Johnson Farm. Mennyibe kerül? 280 000-ért? Simán megveszem. 280 000-ért, 190 000-ért. Meg is kaptuk. Tehát most már... Innen, az, hogy mi ide szállítjuk a saját sörfőzdénkbe, Albany meg is indult a fejlődésnek. Boston is növekszik. Úgyhogy 23 000. 1000 emberrel már nőtt a szituáció. Ami nagyon szuper. Nagyon szuper. Te vagy a kis fa szállítmányozó. Aki igazából mínusz termel. Aha. De még pluszban van. Totál balansz, 16 000. Húha, itt változnak az évszakok. Május. Igen, ő itt egy elég jövedelmezőnek nézném. Igen. Hetente 9 000-et termel. Ez már valami. Nézzük itt a... nagy személyszállító vonat. Aha, Indian. Szóval, itt ez a Portland vonat, balansz, két hetente 2400-at termel pluszba. Nagyon szuper. Ez most itt megáll. Ja igen, mert ez még nem ért el a keresztet. Nézzük a másik vonatot. Ő 7000-et termel. Azért utasok rendesen vannak ám. Ez nagyon-nagyon szuper. Ez így nagyon jó. Akkor hogy állunk a küldetésekkel? Egész jól haladunk. Egész jól haladunk. Igazából már ekkora hálózatunk van. Itt most elindulhatnánk Szirakúzból
itt Toronto, vagy nem, mi az? Syracuse, Buffalo, London, és akkor egy Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, és visszajönnénk Bangorba. Ó, itt meg nem raktam izét. Jaj. Ilyet. Ide fél útra. Eljutsz odáig? Mi fogyott ki? A víz. Ja. Jó, mindjárt ott vagy. Mindjárt ott vagy. Már csak egy kicsit. Már csak egy kicsit. Már látod a tornyot. Van még annyi gőz, hogy elmész odáig. Gyerünk kicsi, megcsinálod! Jaj. Bocsánat. És megállt a torony előtt. Small breakdown. Ne! Akkor csinálok egy olyat. Így. És akkor... Így. Ez csalásnak számít. Kitörlöm, és aztán visszarakom a vonatot. Ő már jön is, szépen hordja. Jó, mert demand lesz, mert... De Bangor miért nem fejlődik még? Mi kéne neki? Lehet, hogy le kéne juttatni ide is egy kis sört. Á, na mindegy. Ott jön a pénz. Boston. 24 ezer, mint... Mindjárt megvan a 25 ezer, és nézzük csak a szállított személy, azoknak megvan a fele. Érkezik megint a livestock. Nagyon szuper. Ez nagyon jó. Nézzük itt, hogy teljesít az a Johnson Farm. Ki van maxolva? 100%-ra. 220 ezerért tudnám kettes szintre fölvinni. Most majdnem megijedtem. Szuper. Most már csak egy pár utas kéne. Nagyon jó. Ah, úgy nézem, van pontunk kutatásra. Azt mondja, hogy... Hát most mindenféleképpen őt kell megvennünk. Növeli a vonatok sebességét. Utána itt lesz megint. Aukcióból még 5%-ot visszakapunk, vagy csökken az ár. Meg nagyobb kanyarodási sebesség. Ez jó lenne, bár nekünk az lenne a legjobb. Ha. Miért? Á, jó. Nem teszünk bele több pénzt. És akkor én most már nem tudom ezt kifejleszteni. Ja, hogy meg tudtam volna venni, és akkor nem fejlesztő pontba kerül. Á! De én inkább ebbe fejlesztenék bele egy kicsit. Egy level 2-re, mert akkor már 5 egész. Jumbo Reach is 35 km. Hát ez igen, ez az enyém. Ha én vonatom. Na, most már így termeljük kifele. Opa. Ő azért gondolom elég komoly profittal dolgozik. Hú-hú-hú! Aj, bocsánat csak. Kicsit meghaltam közben. Ez 14 ezeret termel nekünk. Syracuse, mi a helyzet? Nagy változást nem látok. Hm.
de nekünk nem is az számít, hogy itt mi történik. Albany az növekszik. Boston is. Gondolom, ahogy elér... Ja, itt már elértük a 25 ezer főt. Most már csak az ide szállított emberek száma hiányzik. Hol vannak a vonatok? Nagyszerű, itt állnak. Ő most itt, akkor... Ja, még nem innen. Majd nekünk innen kell, hogy mennyire van kihasználva ez a vonal. Szóval... Minusz 1600-ba vagyok. Ájjájjáj! Viszont a kiadások csökkentek. A bevételem az kevesebb lett. Invest. Másfél millióért építkeztem. Az igen. Az igen. Szóval nekünk itt Portland kell. Minél messzebbre eljuss. Hogyha minél több ember átjusson innen. Ugye? Bostonba. Igen, nézzük csak, hogy ők itt mit elég, ők profitba vannak nekem. Ez 6000 havonta. Ez mínuszos. Mennyiért tudnám visszaadni? Nem tudom lerombolni, de vissza tudom adni az eredeti tulajoknak. Nem kaptam érte semmit. Most újra meg kéne vennem. Úgyis itt a tehenészetben van a nagyobb pénz. Nem is baj, hogy erről így lemondottam. 268, gyerünk, kicsit pörögjetek. Az itt van ám egy vasútvonal. Mondjuk neki kicsit komolyabb. Mondjuk nem, mert csak ilyen kis ágas-bogas cuccos, azt mondja. Három város van neki összekötve. Négy. Hát nekem is van. Egy, kettő, három, négy. Sőt, nekem már öt város van összekötve. Szép hosszú vonal. Ez itt mi? Alma. Alma farm. Ha! Igen, itt ebben az időszakban nem jöttek rá az emberek, hogy lehet belőle cidert csinálni. Most mondd rám, hogy almakó. Szén. Egy szénbánya. Hoppá. Az még jó lehet valamire. Portland. Gyerünk már még hozzátok azt a pár embert. Kész is. Regarding our new passenger line. That's really good press, especially now that we are delivering goods faster than they are consumed. Passengers can be a valuable source of income. Super. Done a lot for the people in this region. Shorter travel times, increased transport costs, and at the same time, egekig magasztosít minket. As a next step, we should consolidate our success. Kaptunk 750 ezeret. Na nézzük az új küldetéseket. Szállítsak 4800 embert. Albanyt kell elkezdenem. Albanyt kéne felfejlesztenem még 3000 fővel. De úgy néz ki, hogy Albanyba már ez megtörtént. Pa-pa-pa-pa. Nagyon szuper. Az utasok nőnek, a mailbag, a goods, minden növekedik. Ezt már szeretem látni. Igazából ez most egyenőre most egy türelemjáték lesz. Úgyhogy várunk. Te itt? Mit dolgozol? Viszed az utasokat. Remélem azért azt a négy kocsit elviszed majd szépen okosba. Dobtad a negyediket. Nagyszerű. Mázsa. Mehetsz is. Ide megjöhet szépen. Brewery. Ú.
Azért, azért. Több gabona kell majd ide. Nem akarom. Hát, csinálhatnék akkor egy vonalat, ami kargóval szaladgál oda-vissza, meg egy vonat, ami csak az utasokkal. Amikor az utasoknak az lenne jó, minél gyorsabban. A 17 ezer. Nagyon jó profitot termel így is. 23%-os kihasználtság. He, azt mondod? Azt mondod, hát akkor duplázzuk meg. Ez nagy szöveg, ez a duplázzuk meg. Szépen. Így lehet egy egész hosszú szakasz, és akkor nem fogtok egymásnak akadályozni annyit. Így. Hát nem a hídon, hanem majd köbö innen. Így. Itt tehát ide. Így, és akkor a hídra nem tudom megcsinálni a keresztet. Így még drága lesz, mi? Ez annyira nem vészes. Oké, akkor adjunk neki irányt. Te így. Te így. Egyszer. Aztán... meg így. Na most a tuti. Most a tuti. És akkor pont jó, mert a két vonat jelenleg a vonal két végén van. Úgyhogy bedupláztuk a személyszállítást is, és a nyersanyag szállítást is. Ez igen. Ez igen. Ott van megint egy kis pontunk itt a fejlesztésre. Nagyobb kanyarsebesség jöhet is, köszönöm. Most tartunk. Ó, hát ez így még egy nagyon rövid kis rész lenne. Lehet, hogy kicsit mindjárt itt bele is tekerünk. Nézd, csak úgy oson. Igen, te most ott mindjárt megállsz. Jó, nagyszerű, te fölpakoltál. Ezt már szeretem. Nagyobb mennyiségű, dimanikus szállítás. Áááá! Ez a valami. Ez egyelőre nulla, ez 13 ezeres profittal dolgozódik. Hány embert szállítottunk azóta? 491-et. Ide már nem sok kell. Jó nézni ezeket a kis gépeket, hogy dolgoznak. Jössz, itt szépen te is fölpakolsz. Hát, ez nagyon baba. Csúcsú! Ez nagyon jó. Nagyon szép. Tankolnod csak el, úgyhogy mehetsz. Kapta a jelzést. Belép. És hogy csukódott mögötte a karos jelző. Á, ezt mondom, hogy ez amúgy egész szép kis játék. Teljesen meg vagyok rajta lepődve. Hogy beérkezünk. Kisvároskába megjöttünk. Szirakúzba. Nagyon jó, nagyon jó. Te?
hússal, levéllel, mindennel tele. Na, ez egy hosszú vonat. És most van rá pénzünk. Duplázzuk meg ezt is. Itt egész közelről, meg itt pont van egy dombocska. Kerekecske, dombocska. Aha, nem lesz jó. Erről csináljuk. Így. Hogy itt ez megmaradjon. Itt az ívbe is végig. Párhuzamos ízs már le. Most mi bajod van? Úgy. Úgy itt már van egy híd. Ú, ezt nem is figyeltem. Akkor itt még a híd előtt légy szíves. Egy duplázás. Úgy. Jó, minden eddig. Szuper. Eljössz ide. Itt vissza. És még. Itt már alapból van neki. Ah, cifrázzuk meg! Cifrázzuk meg. Innen te ki tudsz jönni még egy ágba. Így. Ide, és itt fogsz majd szépen visszamenni. Ho-ho-ho-ho-ho! Te most ott mész. Akkor ez a fele legyen, amelyik lefele jön. Itt mi a probléma? Akkor... legyen így. Hol van neki ütközés? Ezen a részen. Így akkor nem tudok ide izét tenni. De ha meg megfordítom. Hát itt most. Ahogy már itt sok, mert három témát akarok összerakni. Értem, mi lesz a probléma. Értem, mi lesz a probléma, úgyhogy akkor... ezt megszüntetem. Egyenlőre, mivel úgy sincs használatba. Vagyis hát majd a vonatot is leveszem róla. Égyni. Most nem tudom, hol van a kis vonatka. Álljunk meg. Te vagy a... Baker Station. Ja, igen. Hát akkor... köszönjük, hogy voltál. Na, és akkor... most próbáljuk meg beállítani. Ott mennek. Úgy. Nagyszerű. Te fogsz menni föl. Te le. Így. Így. Nagyon jó.
Most pont itt van ez a vonat. Ez most melyik vonat? Te merre indulsz? Bostonba. Oké, szóval most majd téged követünk egy kicsit. Amikor már elég messze vagy. 25 ezer. Ezt szeretem látni. Na forduljál meg, azt induljál. Gyere még. Most mi van veled? Mit gondolkodol? Kedves csi, Ja, szervizelés van. Jó van. Hát olvassak már megtanulni. Hát komolyan mondom. Na most már. Ezt szeret. Azaz. Vigyed. Vigyed a söckét. Én is akarom mondani árpa kólát. Árpa kóla. Teli vonat. Azért olyan rossz irányba indul. Irány Boston. Nagyon jó. Lehet, hogy várjuk meg, hogy elérje Bostonba. Így, hogy kizúmoltam, így elég gyorsan halad a téma. És hogy állnak? Ó, mindjárt megvan a egyik része. Utána már csak a utasok számát kéne. Úgyhogy... szerintem eljutunk odáig, hogy ezt itt mindjárt be is duplázom. A vonatszám 2. Oké. Waiting for deployment. Nem lesz jó. Akkor le is veszem, megint egyre. Oké, nem tudom, hogy mi volt, gyorsan rá. Oké. Ez már meg is volt. És akkor most már csak az utas számot kell. Te gyorsan érjél le Bostonba, mert szerintem akkor tudom csak ezt így normálisan. Nem tudom, hogy... erről valaki adjon már nekem egy tippet, hogy amikor rámegyek, hogy két vonatot akarok ledeployolni, akkor mély buta. Megérkeztél? Megérkeztél. Na és akkor most teszünk két vonatot. Na. Így. Már is valami. Na hát igazából itt most megdupláztuk mindenünket. Nézzük csak, hogy állunk még időben. Megdupláztuk mindenünket. A szállítást, a bevételt. Hoho. Ez a vonat. Egy sört visz. Nem baj, csak egyet visz. Hogy megy itt a kitermelés? Aha, egyből. Egyből, ezt szeretem. Hozzad a dzsabonát. Itt most duplán járnak a járgányok. Ugye itt is most két vonat van. Te úgy profittal dolgoztak, arra még kíváncsi vagyok. Te profit, meg te is profit. Jó, jó lesz ez így, jó lesz ez így. Mert így már ott a brewery az maximális kapacitáson megy. És meg hát most kaptál szállítmányt. Ja, te miért ott állsz meg? Azért, mert foglalt neked a izéd. Még ez nem áll meg, addig neked foglaltott. Oké. Tiszta sor. Már mindjárt leér az első járgány. Te most hol jársz? Ezen az emelkedőn kicsit nehezem. Igen, ezt a részt nem figyeltem, hogy van egy nagyon komoly emelkedő, és így teliben megrakva.
Elég nehezen mennek föl. Hogy suhan. Csúcsú! Bosszom mindjárt szintet lép. Ha-ha! Ott van 15 ezer. Első útján 15 ezret keresett. Most szépen egy idő után gondolom kibalanszolják magukat. Bosszomban már mennyien van? 31 ezeren! Úr Isten! Portland, ő csak van. Mondjuk amúgy Portland egy egész szép kisváros. Azt a... Na mindegy. Szóval... Ja, már itt két rész között, a következő rész onnan kezdem, hogy le van szállítva ez a 4800 ember itt. Mert itt most jelenleg csak várni kell, és igazából újdonságot egyenlőre nem akarok még beletenni. Haladtunk megint egy kicsit előre, fix a bevételünk. Tartjuk ezt. Van egy kis növekedés, pont amennyi kell. Mert ez a projekt, amit itt kinéztem, ez nem másfél millió. Ez nagyon-nagyon sok pénz, és akkor innen még talán tudnánk csinálni erre befele ilyen leágazásokat. Tehát, hogy innen még vissza lehetne jönni Syracuse-ba, és akkor itt egy kis kör. Hát, itt így tudnánk megcsinálni, mert itt esetleg, nem tudom, itt a folyó mellett, itt a folyóparton végig, majd nagyjából egyszintű, és akkor így lehetne csinálni két kört. Ja, az a jelen, plusz 400 ezer. Na, ez már valami. Ez már valami. Na. Szuper. Mindjárt utolérjük ezt a mukit. 5 vonalunk van, 8 vonattal, neki 10-zel, 27 vagonja van, nekünk már 30. És csak 1300 km a vasútunk hossza, neki 2400. 10 vasútállomás, nekünk 9 mondjuk. Egy gyár, két biznisz. Aha, ő sokkal több biznisz kötött össze. Aha, trükkös. Tőzsdézni még mindig, növekedünk. Utak hossza is nő, állomások annyira nem. Igen, egyel kevesebb vonatunk lett. Több vonat, több vagon, na azt szeretem látni, minél több a vagon, ugye annál több a pénz. Freight, az oké, okay, az úgy ingadozó. Revenue, az nem fontos. Peszeny, utasok, ez az, nőjenek a utasok. Utas bevétel, az nem rossz. Csomagok, bevétel a csomagokból, volt már jobb is, de nem rossz. Azt mondja, hogy átlagba, egyszer voltam mínuszba, egész jó tartom. Most, hogyha megint ez a cikcak jön, akkor most itt megint lesz egy kis cikcakozás, aztán megint elkezdünk nőni, összekötött városok nincs több. Ja, igen, egy bizniszt ugye kivettem, plusz egy áram lett, három biznisz. Na jó, ezek csak számok, akkor... Van pénzünk fejleszteni. Pénzünk? Pontunk, de nincs pontunk. Na 200 pont kell. 60-at kapunk a következő, vagy november, tehát 1830 novemberbe, november 1-én tudjuk fejleszteni, hogy olcsóban tudjunk tőzsdézni. Ha durrancsok. Közeljövőben akarják megsemmisíteni itthon a utolsó durrancsokat. Jongos kis tűzi játék lesz. Na, ez a épületek 5%-kal olcsóbbak. Ez nagyon szuper, hogyha majd később bővíteni akarunk. Most azért egy 100 000-es tételnél nem rossz. Nem rossz. Na hát akkor
Bostonba kezdtük. És akkor köszi, hogy itt voltatok. Feliratkozás, like, komment. Durrancsatok mindegyikre legalább egyet, kis csengőt benyomni, hogy ne maradjatok le egy videónkról se. Köszönjük, hogy itt voltatok. Zimó voltam. Hello, és sziasztok!